Hello, üdvözlök mindenkit! A mostani videóban a diffimnek, illetve a középső diffizárnak a problémájáról lesz egy kis felvétel. Ebbe a Discovery-be gyakorlatilag az első hátsó merev tengelyen nincsen differenciálzár, a középső osztóművet lehet összezárni, hogy fixen menjen előre és hátra hajtás. Viszont ez úgy tűnik, hogy nem működik most. Van, tehát ahogy látjátok, ezzel a karral lehet a felezőt kapcsolni, hogyha ugye frissbe húzom a váltót, előre tolom, akkor így van gyakorlatilag felezőben az autó, illetve ha elhúzom ezt a kart jobbra, akkor kellene a középső osztóművet zárnia, és itt ezen a piktogramon, ha elindulok, akkor fel kellene villannia, hogy összezárt az osztómű. Ezt néhány méter után meg kellene tennie, de ez az, ami nem történik meg. Ez a hibánk. Nem zár gyakorlatilag össze. Hiába adok gázt, egy pár métert gurulok. Nem működik, nem kapcsol össze. Gyakorlatilag egy mechanikát működtet itt a váltó közelében ez a kar. Ez gyakorlatilag ezt a jobbra-balra mozgást, egy előre-hátra mozgássá alakítja át egy kis szerkezet, aminek így a összekötési pontjai szoktak kilazulni, eltörni, stb. Ezt kell megnézni a kocsi alatt. Jó, itt a szúnyog zümögést, nem tudom mennyire lehet majd hallani, amit mondok, de gyakorlatilag ez a kar, amit bent mutattam, ez itt innen jön le, és gyakorlatilag ez váltja, zárja a középső osztóművet, de valami miatt ez a mozgás ott fent hát, látom, akkor nem megy át, elég nehezen mozog egyébként. Ezért egy kicsit megjártuk, nézzük, hogy ez bármit segít-e. Ugye valószínűleg úgy hagytam ott a kocsit alatt, hogy a beállásban voltunk. Jó, most a kart ugye elmozdítottam. Próbálom így telibe venni. Aha. Tehát lehet, hogy igazából csak ennyi volt a baj, hogy kicsit megszorult a szerkezet, nehezen járt, és nem lehetett átváltani. Most már láthatóan ez átkattan. Igazából műszaki vizsgákat próbáltam, vagy műszaki vizsgázott az autó, állt egy kicsit, úgyhogy lehet, hogy ez játszott közre, nem volt használva, és egy kicsit megszorult. Hát innen reméljük, hogy jó lesz. De gyakorlatilag ezt a részt kell megnéznetek a kocsi alatt, a hasonló problémával küzdök. Nekem az egyik csuklónál tört el egyébként egy szegecses rögzítés, oda raktam egy csavart, és korábban ez volt a probléma, de most úgy látom, hogy ezzel nem volt gond. Szépen működik a dolog. Ennyi.